DVTK, a Borsodi és a Skoda bemutatja. Gratulálok a mai mérkőzéshez, és most egy nagyon fontos állomáshoz érkeztünk. Először is köszönjük szépen a gratulációt, köszönjük a rengeteg nézőnek, aki ma támogatott bennünket. Igen, ahogy mondtad, egy fontos mérföldkőhöz értünk. Mindenképpen szerettük volna megnyerni az alapszakaszt, így élvezni azt a jogot, hogy elsőként választhatunk a negyed döntőkben, illetve hogyha ott sikerül tovább mennünk, akkor az elődöntőkben is. Úgyhogy ez mindenképpen fontos volt számunkra, és ezért mindent megtettünk, hogy ezt behúzzuk, ezt a mai meccset is. Hát, hogy simára sikeredett, azt gondolom elsősorban annak köszönhető, hogy hátul fegyelmezettek voltunk, illetve amikor és már semmi más nem sikerültük, az Attila nagyon jó, nagyon fontos védésekkel tartotta a meccsben a csapatot. Azt gondolom, hogy remek munkát végzett ma, és hál' Istennek tudtunk szép gólokat lőni. Bementek a helyzetek, és ezáltal tényleg egy 4-0 az úgy tűnik, hogy sima volt. Valóban így néz ki, de azért meg kellett küzdeni azért az eredményért. A következő kérdésem az lenne, hogy tennek a további napok? Hát a további napok úgy telnek, hogy nagyon sok lehetőség az ünneplésre nincsen, mert vasárnapon még egy mérkőzésünk, az utolsó alapszakasz mérkőzés Budapesten a Fradi ellen, úgyhogy arra még mindenképpen készülünk, természetesen nem veszük félvárról, komolyan szeretnénk szépen búcsúzni a szezontól, az alapszakasz szezontól. És utána jön a felkészülés, ugye? Így van, akkor utána kapnak a jövő héten egy pár nap szabadságot a srácok, akinek a válogatottal, a felnőtt válogatottal van programjuk, ők nyilván mennek a válogatottal, az itthon maradottak kapnak pár nap szabadságot, és utána a csütörtök pénteken kezdjük a közvetlen felkészülést a 14-i első playoff meccsünkre. Nagyon köszönöm, és további sok sikert kívánok. Köszönjük szépen! Gratulálok a mai játékathoz, és gratulálok a csapat győzelméhez. Össze is köszönöm szépen. Hát nagyon örülök, hogy sikerült megszerezni az első helyet az alapszakaszba, ez már egy ideje húzódott. Hát ugye az elején nem kezdtünk jól, kicsit fáradtak voltunk, de a végén belepörögtünk az első harmadba, úgyhogy nem volt probléma. Én úgy gondolom, hogy végig tudtunk dominálni, forgattuk őket, igazából az elejétől kezdve ott voltunk a kapujuknál. Vasárnap játszunk majd a Fradival, igazából egy tét nélkül meccset, mert szerintem neki is összeállít úgy, ahogy nekünk se. Igazából most már csak az a feladatunk, ugye, hogy fókuszáljunk, alapozzunk a rájátszásra, ugye vége az alapszakasznak. Remélem, hogy sérülés nélkül megúszta mindenki, és akkor már örülhetünk neki. Amikor vége van az alapszakasznak, akkor lesz egy pár nap ugye pihenőidő. Ez hogy fog telni? Nem. Ugye jövő hét, hétfőket, szerdát, talán még csütörtököt megkapjuk pihenőnek. Én Pesten leszek, meg Fehérváron kicsit otthon szüleimnél. Hogy utána mi lesz, az pedig majd az edző eldönti. Nem tudjuk még egyelőre, hogy kivel játszunk, ugye nem tudom, legalábbis én még nem tudom, hogy kit fogunk választani. Az majd eldől a elkövetkező napokban. Várod már személy szerint a rájátszást? Hát persze, szerintem nincs a játékos, aki ne várná. Ugye mindenki erre vár, hogy elkezdjen a rájátszás, és ugye meccsről meccsre építsük magunkat, és megnyerjük megint a kupát. Köszönöm szépen, és gratulálok. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, a mai mérkőzésen mi uraltuk végig a játékot. Sikerült betartanunk az edző utasításokat, dobjuk mélyre a korongot, korízzunk rájuk, és tartsuk lenne a korongot, és ott korízzuk szét őket. Ez úgy gondolom sikerült, és ez gólokban is megmutatkozott. A Fehérvár az ugye kicsit tételenül jött el most, de ez nem látszott rajtuk, és szerintem jól megdolgoztattak minket. Igen, hát utána utazunk Szőulba a válogatottal, ez egy fiatalabb keret lesz. Megmondom őszintén, meglepődtem azon, hogy beívtak, de együtt örülök a lehetőségnek, hogy bizonyítottok a szövetségkapitányát a felnőttek közt is, és kíváncsi vagyok így személyesen is, hogy így most így hogy állok, miben kell még fejlődnöm, és hogy lehet, hogy egy jó szériát elkapok, és akkor jövőben ez hasznos lesz számomra.